Miután az óceán elnyelte Atlantis, a történelem kezdetei előtt mítikus királyok uralták a még feltérképezetlen világot. Ebben a korban élt Conan. A kis rabszolgafiú nagy gladiátorrá érett. Megszökött. Nem állíthatta meg rejtély, varázsla, sem pedig bűvölet. Nagy ellenség lesz rá, a mágia hatalmas urat. Szerelmes, hű barát és hős. Végzete, hogy felszabadítsa az elnyomottakat, és saját erejéből király legyen. Conan. Hisz az ula varázsló azt álmodta, hogy eljön egy kimmériai, és megöli őt Atlantis kardjával. Hogyan vehetném elejét ennek az üres fenyegetésnek? Úgy, hogy a kiválasztottat megadod. Ez alatt Conan és a szép falusi lány Tamira mélyen egymásba szeretett. Elmégy. Kivész minden szépség ebből a faluból. Hiszázul katonái megtámadták a falut, elfogták Conant és Tamirát. Yara a varázsló kényszerítette Conant, hogy gladiátorként harcoljon, de ő megszökött. Yara szolgálja Conant szövetségese lett. Én segíthetek. Útközben Conant megküzdött a hatkarú múmiával és megszerezte a legendás kardot. Kromisten megjelent Conantnek. Szükségem volt egy nagy harcosra, aki az igazság oldalára áll. Te vagy az a harcos. Az elefánt szíve, második rész. Valamit nem értek. Ha Kromisten kedvel, miért állít próbák elé? Mert úgy tartja kedvel. Nem volna egyszerűbb feltenni néhány kérdést? Ki ez a vadember itt? Ez itt Conan, a nagy harcos. Bármelyik hadsereg 100 lovat is megadna, hogy közéjük álljon. Én meg Bettia vagyok, Alta Szűz királynője. Igazán? Úgy nézek én ki, mint egy Szűz királynő. Előre tudom, hogy ennyit eszel, ott hagylak az erdőben. Hosszú utat tettem meg, és nem én kértem, hogy meghívj. Akkor légy éberebb, és utazz lóháton. Néha előfordul. És mit csináltál a lovaddal? Megetted? Nem. Biztos te loptad el. Hol a kardom? Szép munka. Ennyit érdemel ez a kard. Köszönöm. Karella vagyok. A tolvajok királynője. Hallottál már rólam? Nem. Ha valaki fegyverrel lép a területemre, általában anélkül távozik. Ha valaki belök a folyóba, általában megölöm. Hová igyekszel, vadember? Jára mágust keresem.
Jára varázslót. Ismerem. A birtokában van egy drága kő, amit úgy hívnak az elefánt szíve. Mindig is el akartam lopni a követ, de bolond az, aki egy varázslótól lop. Van ott még egy kő, a neve Tamira, és én el is lopom. Nem akartalak megsérteni. Egy nap meghálálom a kedvességedet. Miért nem most rögtön? Inkább megkeresem Otlit. Sosem hagyom, hogy egy idegen kilesse a búvóhelyemet, és csak úgy elmenjen. Én pedig sosem kérdezem meg senkitől, hogy hová mehetek, és hová nem. Ne félj. Megőrzöm a búvóhelyet titkát. Talán egy nap még találkozunk. Akkor majd szakíts rám időt. Gondolom, sietünk. Most meg mi az? Elegem van a gyaloglásból. Elég volt, érted? Talán ők lesznek olyan kedvesek, és kölcsön adnak egy lovat. Várj! Ha mégsem, akkor elvesszük. Kik vagytok, és kit szolgáltok? Dor vagyok, és senkit sem szolgálok. Nincs vesztenivalónk. Van úti célotok? Vagy egyszerűen csak élvezitek a tajtékos lovak szagát? Egy Conan nevezető harcost keresünk. Ő fog vezetni minket. Aztán mire? Hiszák Zul elpusztítására. Ismerjük Conant. Ha van számunkra két lovatok, segítünk őt megkeresni. Hiszák Zul elpusztítása egészen más lapra tartozik. Csak egy szabad lovunk van. Osztozzatok rajta. Tudom, tudom. Nem tudod magad megértetni a lovakkal. Nagyon rossz ám ilyen kicsinek lenni. Én is voltam ekkora. 4 évesen. Senki sem veszi komolyan az ember. Senki. Talán a sapkádban van a hiba. Mi a baj vele? Túl közel van a földhöz. Látod? Te magad is kinevetsz. Nem. Az ellenség nevet ki. Én csak ugratlak. Barátodnak tartasz? Ha elvezetsz Tamirához, nagy barátság lesz köztünk. Most meglephetnénk őket. Egy pillanat. Túlerőben vannak. Több ember kell és jobb fegyverek, ha szembe akarunk szállni Gorottal. Ezek a katonák gyilkolták meg a népünket. Ott talán utánuk akarsz menni te is, mi? Igen. Semmi sem számít. Támadjunk!
tartunk. Gyerünk! Boldognak tűnnek. Különösek. Mert Yara így szereti őket. Mi ez a köd? Most épp ártalmatlan, de Yara bármikor megmérgezheti. Kígyókat küld a köd leple alatt, hogy megöljék az ellenségeit. Undorító férgek! Yeah! Tréfáltam. Tudod, barátok közt? Merre felé menjünk? Yara a toronyban tartja a követ. És gondolom a lányt is. Rengeteg őr van, de tudok egy kis kaput. Ha a falon belülre érünk, néha ugor föl, hogy ne veszítselek el. Viccelsz? Hallod, hogy nevetek? A falon belül sosincs köd. Szerintem abban a szárban tartja fogva a lányt. Itt vagy. Próbáld nem elfeledni, ez egy varázs... Attól még meghalhat! De mi is? Bántott Yara? Nem. Még mindig korai lenne a fiainkról beszélni. Talán meg kéne várnunk, még sikerül élve kijutnunk innen. Bocsáss meg. Apám mindig mondta, hogy olyan szeles vagyok. Egyetlen vágyam, hogy gyermekeink legyenek. Várj! Hogy szökhetnénk meg? Bár az ajtó nyitva áll, nem tudunk kimenni rajta. Olyan, mint valami láthatatlan fal. Yara fogolyként tartott itt. Ó, én nem így mondanám. Sokkal inkább csarétek voltál. Vadember csari. Engedj utunkra, vagy kettőbe váglak! A kardod valóban csodás. Szükséged lesz rá ott, ahová mész. Ha megölsz, a lány örökre a tükörben marad, ha engedelmeskedsz, visszakapod. Mit akarsz tőlem? Azt, hogy menj el a toronyba, és lopd el az elefánt szívét. Úgy tudtam, az már a tiéd, hogy abból nyered a varázserőd. Ellopta tőlem a teremtmény, aki őrzi, de ahhoz elég hatalmam van, hogy irányítsalak. Hozd vissza nekem! Miféle teremtmény őrzi? Mit számít az? Nekem nagyon is számít! Hozd el a szívet, és elengedem Tamirát. De ha ellenszegülsz, az idők végezeteig velem marad. Ereszd ki a tükörből, akkor megyek. Ugyan, miért tennék ilyet? Mert szükséged van a kőre. És nem akarsz meghalni. Bűvöletben van. És abban is marad, amíg nem térsz vissza. Ezúttal talán használhatnád az ajtót. Thank you.
Gyönyörű. A kobra csukjája is az. Nem tudom. A kincstár egyik őre volt. Több is van. Egész fiatal koromban mindig azt hittem, egyszer csak megnövök hirtelen. Csak vártam, de nem történt semmi. De régóta várok erre. Te. Észrevetted? Nézd, ha te akarsz felül lenni, támaszkodj a könyöködre. Mit keresel te itt? Azt mondtad, bolond, aki meglop egy varázslót. Meggondoltam magam. Találtunk egy halott őrszemet. Megfojtották. Meg akarta ölni Youngot. Ő Young. A legjobb lövészem. Young megöli Conant, én elvágom a torkát, ő megöl engem. Nem jó játék. Otli szerint több őrszem is lehet. Nem tudom. Most értünk ide. Van másik bejárat? Ha jól látom, ott. Tiéd lehet az összes többi drága kő, de az elefánt szívét meg kell tartanom. Nem. Mit gondolsz, én miért jöttem ide? Yara nem engedi szabadon Tamirát, míg nem kapja meg a követ. Figyelj, vadember. Talán sötétben születtem, de nem tegnap éjjel. Igazat mondott. Még ilyet, hogy egy nő, akit nem is ismerek. Odaáll közém és a dolgok közé, amiket akarok. Áll az alkú. Az összes többi kő. És semmi trükk. Megnézném magamnak ezt a Tamirát. Nevezem. Ezért szívesen átengedem neked az elefánt szívét, vadember. Biztos, hogy egyetlen tolvaj sem jött ki innen élve? Egyetlen egy sem. Conan, meg kell nézned ezt a követ. Gyönyörű. Talán a lenti őrök megöltek pár tolvajt, de mi végzett a többivel? Bármi is legyen, az ajtó mögött lapul. Mágiát gyanítok. Bármennyire is sajnálom, szeretett óriásom, attól tartok, ebben a kalandban semmi kedvemmel létszegődni. Én majd vigyázok rá. Itt várj.
páromat. Elvesz le a kardodat. Bőven lesz időt, hogy engem is megölj. Nem bízom a mágiában. Sokféle mágia létezik. Abból is van jó, és van gonosz. Te melyik vagy? Az attól függ, kit kérdezel. Én azt mondom, az a teremtmény a szomszédban gonosz. Volt idő, mikor még nem volt az. Jara minden tőlem tanult, de telhetetlen volt. Uralkodni akart ember és állat fölött. Nem hagytam és bosszúból szépséges asszonyomat az általad már ismert undorító szörnyetekké változtatta, engem pedig az előtted ülő teremtményé. Sajnálom az asszonyodat, de a sajátomat menthetem meg ezzel a kővel. A halál végre felszabadította drága hölgyemet. Nem tettél semmi losszat. A szerelemért halt meg. A te szerelmedért. Nem értem, miért nem jött ide maga Jára és vitte el a követ. Nagy hatalma van, de nem teljes. Azért kell neki a kő. Az én tornyomban nem merészkedik be. 200 éven át rengeteg tolvajt küldött ide, de a pókasszony mind megölte, akik átjutottak a kertemen. Ha megölöm Járát, kiszabadíthatod a nőmet? Nem! Oda kell adnod a követ Járának. De hát nem épp az előbb mondtad, hogy akkor korlátlan hatalma lesz? Bízd bennem! Miért? Aki megölte pókasszonyomat, az fog megölni engem is, hogy megszerezze a követ. Oda kell adnod Járának a követ. Téged nem ölhetlek meg. Nem vagy az ellenségem. Vágd ki a szívemet és facsard belőle a vért a drága kőre. Így kiszabadítasz ebből az iszonyú testből, és végre egyesülhetek szerelmemmel egy olyan helyen, ami sokkal a szebb, mint ez a világ. Hidd el, értem. A szerelmeddel akarsz lenni. Amikor átadod a követ Járának, mondd ezt neki. Ez Yakuza utolsó ajándéka. Az utolsó varázslatod. Pontosan ezekkel a szavakkal. Hol van az a lány a faluból? Miért? Vigyázz, mágus! Amihez az én seregem nem elég erős, az hiszák Zul pusztítja el. Hol van a lány? Most szükségem van rá, később megkaphatod. Vedd le róla a bűbájt! Nincs rajta semmilyen bűbáj. Nincs az a nő a világon, aki önszántából veled maradna. A főtéren van. Fölkelt a nap. Innen nézve gyönyörű volt. Megvan a kő? Néha már kezdek hinni Kromban. Remélem is. Ott meg. Menjünk. Rémálmod. Ne játsz velem. Hogyha megölsz,
A saját halálos ítéleted írod alá. Úgy legyen. Hol van Tamira? Ha megmutatod a követ, elmondom, hol van a lány. Garottal cseveg. A főtéren vágyakozik utánad. Ezért megöllek? Amíg nálam van a kő, nehéz lesz. Üzenetet hoztam. Ez gyilkosa utolsó ajándéka, az utolsó varázslatot. Ne! De összeesküdtél vele! Ne! Hogy rám találsz. Nagyszerű fiúkat szültem volna neked, Conan. Erős fiúkat. Tengerkék szemekkel. Nem lesz semmi baj. Már látom a túlvilágot. Milyen szép. Az éhimám. Mindez miattam történt. Nem, Conan. Gonosz ellenségeid mindig a te és a szeretteid halálát kívánják majd. De te légy szabad! Nem adhatod föl a szabadságot. Ezt ígérd meg! Ígérd meg! Nekem öröm volt melletted harcolni. De megölt. Nem, maga volt az élet. Ha nem is tartott soká, én csak veled éltem igazán. Szabadon. És csodálatos volt. Conan. Kérlek, ne hagyj el. Sosem hagylak el. Mindig, ha valakit felszabadítasz, én ott leszek. Szeretlek. Szeretlek. Egyszer még király leszel. Isten veled. Kerestetem tovább a vadembert, nagy uram. Hogy te... Mit? Nincs értelme. Nincs értelme? Ki mondta, hogy abba hagyhatod a keresést? Megöltem a nőjét, Arendján főterén, hogy ő jöjjön ide. Néhányszor már csalódtam benned, Gorod, de ezúttal rendkívül kellemesen. Szedd rendbe a sereget. Hűszolgád vagyok, nagy úr.
Az a lány fekszik itt? Sajnálom. Követtetek? Néhány falubeli gazdával együtt. És sokan maradtak életben? Páran. De toboroznak még. Belük vagytok? Nem. Nem, Conan. Zeben és én veled vagyunk. Vezess a többiekhez. Ha készek vagytok szabad emberként meghalni, akkor élni is tudtok szabad emberként! Mindenük oda veszett. Egyesek szerint miattad? Nekem sem maradt semmim. Tamira meghalt. Talán az én hibám. Követni fogtok? Igen. Szabadság és bosszú. Bosszú. Akkor harcoljunk! És győzzük! Áruld el! Miért akarja Hiszák Zula halálodat? Nem tudom. Én tudom. Az egyik ősi halott azt mondta Hiszák Zulnak, hogy csak te ölheted meg őt. Miért nem mondtad el ezt korábban? Nem változtatott volna semmin. És különben is Jarával voltál elfoglalva. Megjelentél Hiszák Zul álmában, Atlantis kardjával. Fél a kardtól. Ha Kromtól fél, tőlem is félni fog. Vannak kincsek Hiszák Zul várában? Most másokból megyünk oda. Hát én nem. Gondolom, rengeteg kincs van ott. De engem a bosszú hajt. A lopás és a bosszú jól megférnek egymással. Van már terved? Van. Kíváncsi vagyok, ezt is túléled-e? Miért? Hogyha nem, elvesztenél egy fogadást? Mit számít az már? Neked. Vezér! Hogyan toborzott Conan ennyi embert? Fegyverbe! A meglepetés még mindig a mi oldalunkon áll. Thank you.
Ütött az óra mágus. Balul sikerült a csata, gazdám. Mondhattad volna kisé együttérző hangon is. Képtelen vagyok együttérzésre, mivel nincs jövőm, és a múltat sem változtathatom meg. Mit tudsz mondani a vademberről, a kiválasztottról? Épp az erdőn keresztül rohan a kastélyod felé. Hát, Gorod vezérem, miért nem mondod ki egyszerűen, hogy már meghalt? Mert köztudott rólad, gazdám, hogy kivégzed a rossz hírhozóját. De hiszen te már nagyon hosszú ideje halott vagy. Egy koponya vagy, test nélkül. Legalább nincs mit megölnie bennem Conannak, aki hamarosan megérkezik ide. És mit tudunk felhasználni ellene? Fogytán vannak a katonáid, gazdám. Azt javasolnám, támaszkodj a saját erőidre. Azt javaslod hát, hogy menekítselek ki a barbárok kezei közül? Mivel futásban igen gyönge vagyok, a mondó lennék, tüntessel mindkettőnket, de gyorsan. Addig is megteszem, ami tőlem telik. Oda kérem, hogy adjalak neki a vadembernek! Másrészt viszont igazad lehet. Mi a terved, Conan? Együtt végzünk, Hiszazullag. Mi az? Köveket lopni egy várból, ami nem is létezik. Jót cselekedtél. Nem jó érzés? Nem! Ingyen munka! Ez volt a jó érzés. Sebesültjeim vannak. Imádkozom Kronhoz. Értük is. Még találkozunk. De semmi üres ígérgetés. Ez ám a nő. Az a javából. Hát, nem tudom, féljek-e tőle vagy ne. Élvezi az öldöklést. Most visszatérhettek a falutokba. És békésen élhettek. Mi nem vagyunk oda a békéért. És hogy másznál ki a bajból az én tanácsaim nélkül? Felkutatom Hiszazult. Úgy érzem, jobb, hogyha maradtok. Menj egyedül! De nekünk is ez a küldetésünk. Talán járjunk mögötted? Nem elletted, mint a barátok? Ilyen barátokat nem utasítok vissza. Itt az ideje, hogy utánozz Zebent és tartsd a szád. A te nagy szád kettőnek is elég. Mivel mostantól együtt fogunk élni és talán meghalni is, nem árt, ha tisztázunk pár dolgot. Ajánlom, hogy nagyon hegyezzétek a fületeket. Akkor elkerülhettek egy csomó kis kellemetlenséget. Értem? Ez hihetetlen, te fenyegetsz minket! Pontosan. Lehet, hogy van valahol egy agy a fejedben? Bár a pontos helye még teljesen ismeretlen. Na. Nem tűröm, hogy bárki emberhez méltatlan módon bánjon velem. Vagy mulatságtárgyát lássa bennem. Tanúsíthatom. Utálom a barlangokat, ködöt, vizet, kígyókat, lovakat, és általában ami nagyobb sem, hogy föl tudnám emelni. Most miért nézel rám? Csak mert nem tudlak körbenézni. Na és mondd csak, légy piszok termetű barátom. Mit várhatunk cserébe ezekért a bókokért? Hűséget, bátorságot, barátságot. Köszönöm. Zebben azt mondja, megtanít lovagolni. Meg, hogy ülhetsz majd a lován.
És mindkettőtöket megtanít, hogy kell bánni velem. Hitemre mondom, ehhez nagyon ért a fiú. Én viszont semmit sem nyújthatok nektek, csak kalandot. Ragyogó. Kromra, kivívjuk a szabadságot. Magyar hangok. Reisenbüchler Sándor, Mics Ildikó, Juhász György, Makai Sándor, Horányi László, Farkasinszki Edit, Koncz István. Magyar szöveg Duba András, hangmérnök Hegede Béla, rendezőasszisztens Hornyák Mihály, vágó Talpas Iván, gyártásvezető Németh Tamás, szinkronrendező Szőnyi István. A szinkront a Videovox stúdió készítette.